A gyűjtőt Szomolányi Elemért elvarázsolta az ipar és képzőművészeti remekművek szépsége. A II. Világháború után kezdte el tudatosan alakítani kollekcióját. Tevékenysége nemzetközileg is jegyzett gyűjtővé tette, pénzt és fáradtságot nem kimélve lenyűgöző gazdagságú műtárgyűjteményt hozott létre, amit végakaratának megfelelően a Debreceni Déri Múzeum őriz. A kiállítást Kisnyécse Julianna és Kovács József Dénes rendezte. Hát számomra a legcsodálatosabbak azok az ötvös tárgyak, amik főleg német és magyar műhelyekből készült valódi ötvös remekek. A késő reneszánsztól a barokk korig követhetjük nyomon ezeknek a tárgyaknak a fejlődés történetét, és hát az ötvös művészet fejlődését. De ezen kívül egy tipikus gyűjtő életébe kapunk bepillantást a tárgyakon keresztül, hiszen ugyanúgy megtalálhatók itt a keleti szőnyegek, mint a meissen-i porcelánok, a szelencék. Tehát bármi, ami számára fontos volt, és fel is készült, hogy mit gyűjtsön, megmaradt a szakkönyvtára is, az most itt együttesen látható. A Déri Múzeumnak az egyik legfontosabb egységét alkotja a Szomolányi gyűjtemény, majd önállóság szempontjából, mert ez egy kompakt egészt képez az iparművészeti gyűjteményen belül. Legutóbb 2010-ben volt kiállítva, tehát azt mondhatjuk, hogy egy 5 éves szünet után látható újra teljes egészében a Szomolányi gyűjtemény. Mindenkinek megvan a saját kedvenc műtárgya. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán a német ötvös tárgyak azok, amelyek a legnagyobb számban képviselik magukat és a legmagasabb minőségben, de nem feledkezhetünk el a többi műtárgyról sem. Minden műtárgytípuson belül található egy-egy remek mű. A tárlatot Turainé Jón Katalin, Tatabánya megyei jogú város alpolgármestere nyitotta meg. Tegnap már besúrantam és előre megnéztem a kiállítást, és meg kell mondani, hogy nagyon lenyűgöző élményt élhettem át. Varázslatos ez a kiállítás. Igazából ma nem tisztem, hogy a tárgyak elkészültéről beszéljek, vagy a megalkotóiról, hanem inkább majd egy időutazásra szeretném hívni az itt egybegyűlteket. Engem mindig érdekel, hogy a dolgok mögött mi van. És érdekelne az, és talán a tárgyak mesélnek is róla, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy valamikor nagyon régen, évszázadokkal ezelőtt megalkották őket, milyen utat jártak be ideig, a mai napig, amíg mi itt megtekinthetjük egy kiállítás keretében. A Debreceni Déri Múzeum történeti és képzőművészeti szempontból is kiemelkedő Szomolányi gyűjteménye március 20-ától június 7-éig látható a Tatabányai Múzeum aulájában.